A Richter terem aulájában tartott sajtótájékoztatót a Kántáros szervező csapat. A gála sikere 10 éve töretlen, ezért az alapítók úgy gondolták, hogy itt az ideje a frissítésnek. Rájöttünk arra, hogy egy korosztályváltásra kellene szükség, megújulásra lenne szükség, aztán hirtelen annyi változás lesz, hogy fantasztikus. Ami nem lesz változás, hogy Borbás Marcsi, Rákóczi Feri lesz továbbra is a műsorvezető, viszont új időpont április 16-a 2020-ban, új helyszín, OSP, új fővédnökkel, dr. Nagy Andor, Magyarország bécsi nagykövete, főtámogató pedig az Agrárminisztérium, dr. Nagy István vállalta a főtámogatói pozíciót. A gála jótékonysági alapot támogató összbevétele az elmúlt 10 évben elérte a 82 millió forintot. A Kantaros civil összefogás rendezvénye a régió legeredményesebb jótékonysági eseménye. Hatalmas nagy feladat, hiszen 500 néző helyett 1300-a van szükség ahhoz, hogy teltház legyen. Hatalmas nagy feladat, éppen ezért szélesítettük azt a kört, akik bevontunk ebbe a szervezébe. Új szervezőbizottságot hoztunk létre, és van egy új klub, aki jelentkezett, hogy örömmel csatlakozna hozzánk, és ez nekünk egy nagyon nagy előnyt jelent. A győri hárlés csapatnak 33 tagja van, eddig is sok embernek segítettek, és így lesz ez a jövőben is. A Harley Holmes Group for Reverse Chapter Hungary vagyunk, mi a 4 folyó városának a Harley Divizionos csapata, és hát az összetartozás mellett mi a zászonkra tűztük a jótékonyságot is, és hát örömmel vettük ezt a felkérést, hogy csatlakozhatunk a Kántáros gálához. Ez a csatlakozás, ez mit jelent, hogyan tudtok majd segíteni? Hát sok éve próbálom megsegíteni nemtől, identitástól és kortól függetlenül gyerekeknek, felnőtteknek, sok embernek fogtuk már a kezét már a bajban, talán ezt vették észre a szervezők is a csapatunkban. Minden segítség jól jön, az összegyűlt pénzt az alapítvány pályázati rendszer alapján használja fel, egy kuratórium dönti el, hogy kik kapják a támogatást. Néhány nap múlva elérhető lesz a legfrissebb kiírás. 15-én fog megjelenni, kantarosgala.hu oldalon is megtekinthető. A pályázat beadási határidője január 31, az elbírálás egy kicsit később lesz, február végére ígérjük azt, hogy kihirdetni tudjuk azokat a személyeket, társaságokat, tehetségeket, akik nyertesként szerepelhetnek a kantarosgala után. A győri filharmonikus zenekar már a kezdetektől fellépőként támogatja a gálát. Jövőre egy új, izgalmas programmal készülnek a zenészek. Az előadásnak része lesz Litkai Gergely humorista is, így a közönség a gyönyörű dallamok mellett vidám pillanatokra is számíthat.